24-en meghaltak, 23-an pedig súlyos állapotban kerültek kórházba Buenos Aires tartományban kábítószermérgezés miatt. Az áldozatok valószínűleg opiodokkal kevert kokaint fogyasztottak. A hamis kokaint Villa Puerta település szegény negyedéből szerezték be, a rendőrség őrizetbe vett 13 terjesztőt. A szegény negyed lakói harmadik napja gumiabroncsokkal torlaszolják el a főutakat, mert szerintük a nyomozás nem a valódi tetteseket veszi célba. A házam melletti téren vannak a nagyhalak, miért nem ott kutakodnak? Miért olyanokat keresnek, akiknek ehhez semmi közük? Hogy fogjuk kifizetni az ügyvédet, ha még élelemre sem futja? Teszi fel a kérdést az egyik letartóztatott díler nagymamája. A dél-amerikai országban egyre nagyobb méreteket ölt az illegális drogfogyasztás. Az 1980-as évek közepén évente fél tonna kokaint foglaltak le a hatóságok. Egy évtized alatt ez a szám meg négyszereződött. A rekord a 2017-es év volt, amikor több mint 12 tonna kokaint foglaltak le Argentínában.